Ez a szerkezet másodpercenként egy köbméter vizet forgat meg, így dúsítja oxigénnel a tavat. A motor rögzítése két horgonnyal történik. A levegőztető négy nagy teljesítményű szivattyúból áll, ami egy úszóponton áll a velencei fürdető nevezetű helyen. Emellett további három helyszínen lesz még beavatkozás. A velencei tónak rendkívül alacsony most a vízállása, közel 50 centivel vagyunk a minimális üzemvízszint alatt, és hát elérkezett az első kánikulai hőhullám. A víz is felmelegszik 27-28 fokra, így a tavalyi tapasztalatok alapján már most elővigyázatosságból, felkészülésből elkezdtük a velencei tó levegőztetését. Van egy hétbáros kompresszorunk, a kompresszorból a levegőt juttatjuk a vízbe oly módon, hogy kettő darab elágozó vezetékünk van. Az egyik az elágozik a vízben, víz előtt egy osztóművön négy részre. És azok is tovább ágaznak, így összesen több mint 100 méter hosszan juttatnak oxigént a vízbe. Ez a berendezés az Agárdi Park strandon javítja a minőséget, de levegőztető lesz még Gárdonyban a Határárki kikötőnél és Velencén az északi kanyarban is. Szerdától a vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőség kárelhárítási fokozatot rendelt el a velencei tónál, ami azt jelenti 24 órás figyelőszolgálat indítását és folyamatos laborméréseket kezdtek meg a területen. Bármikor be tudunk avatkozni, ez azt jelenti, hogy a legkritikusabb időszakban, például hajnali időszakban, amikor köztudottan kialakulhat ez az oxigénszegény állapot, hiszen a vízi növényzetek akkor ugyanúgy oxigént fogyasztanak, mint minden más élőlény. Tehát ez a hajnali időszak a kritikus, így most jelenleg reggel 6 és 10 óra között üzemelünk. Amennyiben szükséges rá, és az éjszakai méréseink azt bizonyítják, akkor áttérünk a hajnali 4-től kezdéssel. A napokban egy lánctalpas jármű is érkezik a tóhoz Győrből, annak érdekében, hogy ahol szükséges, be tudjanak avatkozni, akár sekély vízben is. A velencei tó szellőztetése a megelőzés érdekében kezdődött el. A víz minden strandon alkalmas a fürdőzésre.